Várjuk, még kicsit többen lesznek. Megkap az adomány csomagot is. Az elsőt, szerintem. Bemegyünk a házba is. Valakit várok, hogy jöjjenek. A készül videó felvétel is, majd azt is feltöltjük a csoportba. Igazából mi? Átküldöd. Most megyünk be. Hát, igen. Villany szerintem nincs. Ugye nincs villany? Itt már meg lehet kezdeni. Villany nincs, ugye? Így. Uh-huh. Gyertyel. Is, itt nincsen tető, ugye? Ez is megröccsent már. Hátul a tető fóliából van. Milyen a tető? Fólia tetőben. Életveszély. Megpróbálunk bemenni. Igazából eléggé szűkös a hely. Hát nem nagyon látszódik semmi. Ma egy csete adomok le egész végig. Hello. Hello, jó napot. Hello. Hát már rég jól már. Ez 2008-ban. Tévégettőzni. Minden esti elme. És csak ezt a helységet használja? Itt a végig patkány. Patkányjárásos meg minden. Ugyanúgy megvan erre is. Ez a... Szia. Az Ágú Szabi, szia. Szia, Miki bácsi. Nézik sokan. Ez itt egész odáig, ahogy a repedésfa, egész odáig van. Fokozatosan csúszik, megyen. Itt sokáig nem lakhatom. Hát itt már nem. Itt minél előbb. Itt az lakhatatlan. Így van. De mentek én is mutatni. Igazából már itt is omlik a vakolat. Hideg van, az biztos. Szerintem egy ablak sincs. Most az Ága urai, hát ott a polgármester. Igen. Akivel találkoztak, meg az aljátőnk. Az aljátőnk. Igen. Na mostan a szabály szerint, törvény szerint. Ne, azt mondják, hogy nem lehet más megyébe átmenni, szociális otthonba. Ki mondta ezt? Hát én még én megmondtam. Ha be akartak, tetelek tudni, hol van tengeric? Igen, tudjuk. Igen, igen. Rehabilitációs. Én ott lakom. Otthon. Igen, tudom. Azért, mert alkoholista? Nem. Nem. Itt a Tolna megyében teszek tudni, hogy hány szociális otthon van. Igen. Nem hazudik, biztos, hogy nem hazudik. 24 van, ebből van 11, ami elit. Na most az... De azok mind borsosak. A legalacsonyabb 68 ezer forintnál kezdődik. Nekünk... 54 ezer a nyugdíjam. A rehabilitációsban be tudnak tenni. Az olyan, mint az elfekvések. Az eleve koporsós. Hát igen. Igen. Az eleve koporsós. Olyan, megmondtam,
Megmondtam a katasztrófotiszt neki, hogy nem és nem. Inkább itt pusztuljak, de akkor de olyan helyzet, nem. De miért? Mert a telfekvőbe rakják, és ott nem foglalkoznak vele. Ja, igen. És amit nézett most házat? Polgármester úrral, amit nézett most házat? Vagy mit csináltak a polgármester úrral? Hát most az egy helység, ezek a topcédik, ott voltunk a másik házban, tehát az is kívül tiszta romos. Igen, és a szomszédok nem... De csak egy helység, egy fekvőhely van, csak... De jobb állapotban van mindez? Hát most mondtam neki. Belülről jobb állapotban vannak. Tehát tudni, hogy ilyen szaladgálok úgy a patkányok, mint a hajnőre. Hát itt még betegséget is el lehet kapni. Így van. Most ezeket rámolom, takarítom kifele. A Gyűrű Nikolettet ismeri? Tessék? Gyűrű Nikolettet ismeri? Melyiket? Gyűrű Nikolett. Szomszédban hát vannak. És ők hogy segítenek magukon, vagy magán? De hogy segít magán? Persik? Hogy segít magán? Hogy most segítenek? Ők raktak fel a... Facebookra, internet. Igen. Amúgy ők segítettek a megszorultam kis anyag, tehát pénzzel is. De vették el magától valamit? Adja 15. Azt ad az önkormánynak. És vettek már valamit magától? Mert most ők sem mással nem tudnak. Így segítenek ők is csak. Mint jó barátként. Segítenek meg. Csak én nekem se mobilom, se semmi nincsen. A tegnap ők raktak fel az internetre, hogy lássák azt, hogy... És igaz, hogy alkoholt vesz tőlük? Tessék? Alkoholt vesz tőlük, az igaz? Tőlük alkoholt vesz. Nem értem. Alkoholt tőlük vesz. Hogy, uram, mikor olyan gyógyszereket vedek, hogy feldobnám a bakancsomat. Szóval ugye az nem igaz, hogy nem iszik. Akkor az nem igaz. Vagy hogy iszik? Néha iszok meg egyet. A kevéske borra. De az olyan minimál, ha mondtam, készített. Ön vagyok se italos, alkoholista, se narkos, se kábítószere. Nem vagyok. Morális, normális életet éve. Meg a súlyos betegségei. Milyen betegségei vannak? Most hoztam el a falu gondolatot, hova raktam. Akkor mondjátok, hogy mit kell kérdezni, és akkor így nem lesz belőle veszekedés. Amúgy nem vagyok nyomorult, mert én legalább eljöttem és segítettem. Azzal, hogy eljöttem és ki tudom kérdezni. Ezeket a gyógyszereket tedem, és nincsen. Hiányoznak a gyógyszerek, mert majd reggel kiszer, ezt ki kell váltani, készete. Szerintem a gyógyszereket. A súlyos érzékület, minden, olyan érzőcseim vannak, hogy megőrülök velük. A gyógyszereket kéne kiváltani, az az első. Hát 10 van benne, 10. Krém is kell. Inkább a gyógyszereket kéne kiváltani, mindenkinek mondom, hogy először a gyógyszer fontos, mivel vannak súlyos betegségei. Apranax. Hát a csontra van. Csontra. Inhalációs aeroszol, gondolom. Tüdő problémái is vannak. Az a légcsövemre van. Légcsövem. A légzőpipa.
ami cetirizin, hexán. Itt fontosak a gyógyszerek nagyon. Nem újságok kellenek, mert vannak itt patkányok, és újságokat nem kéne idehozni, mert csak megeszik a patkányok. Frontin is van. Szeretnek olvasni. Frontin az nem tudom mire jó. Ottan Cudi az a prostatámra van. Uh-huh. Prostata túltengésen van, van műtöttek. Prostatája van műtöttek. Gyógyszerek. Melyik? Ez a Libe Beta. Mindegy, a gyógyszereket nagyon, az az első, az a fontos, hogy a gyógyszerek meg legyenek. Ezeket kell, holnap hűzősen ki kell, hogy... Holnapig. Frontin az nyugtató, hát hogyha arra iszik... És valami hozzátartozó, kettő, van, él. Három. Uram. Négy. Tíz. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Tíz gyógyszer. Kilenc. Tíz. Van köztük nyugtató is, szerintem az felesleges. Nyugtatót szedni. A takarékomban 560 forinton van az összes pénz. Szeret olvasni amúgy? Szeret olvasni? Olvasni. Szeretnék, de ne... Tudod, patkányok ilyen... megeszik, ugye? Patkányok megeszik, ugye? Micsoda? A könyvet. Van kis könyvtáram is. De a látása jó amúgy hozzá, az olvasáshoz? Újságot is, vannak újságok. Hát ilyen körülmények között kinek van tudom? Hát igen, nincsen kinek, villany. Kinek van türelme? Nincsen villany. Meg ottan nem látok. Ide meg, ha ide ülök, akkor meg fárok. És valami nem is érek rá, hogy leüljek. És valami hozzátartozója él, vagy valami? A gyermekeim mind az ország különböző területeim van. Hát igen, itt nincs normális ágy. A legidősebbre ágyom 52 éves. Azok tetszik tudni, hol van Sziget-Szeged utcán. Igen. Azok ott élnek. De ne, tartsák magával a kapcsolatot, nem? Abszolút nem. Abszolút nem. Hát most 40 éve, hogy elváltunk. 77-ben. Azóta én az ország minden tájékán dolgoztam is meg minden. Úgyhogy abszolút nem. A nagyobbik fiam, meg a fiatalabbik is. A nagyobbik az 67-es születési, az most 50 éves. Nincsen áram. A másik fiam 68-as, az 42 éves. Családosak, emberek, ők is. Jó, én nem baszogattam, csak meg szerettem volna kérdezni tőle. Ez így mindenkinek fel, mindenki tud róla mindent. Én csak megkérdeztem, ennyi. Van több macska is. Van kutya is. Én nem szerettem volna bántani a bácsit, hogyha valakinek ez jött le. Én csak megkérdeztem a dolgokat. Kimegyünk egy kicsit? Úgyhogy tettelek, Márki, ezzel így vagy. Most a... Őket is el kéne érni valahogy. Hát a fűtés, az megoldhatom, mert van itt fűtés. Kazánna a fűt, de hát ahol ez a hely, ahol van, ez kb. Életveszélyes. A téglákkal van kirakva. Sokan vannak itt velem, az a lényeg. Felmegyek, még egyszer megmutatom a tetőt. Itt van a tető hátul, fóliával le van. Van családja, előtt oda, de mindegyik messze lakik.
megkérdeztek. Hát igazából a tető így néz ki. Hát nem szeretnék nagyon bemenni. Itt van egy létre. Megpróbálok felmászni. Hát... persze, látom, amit írsz. Igazából... hát a... gerendák. Gerendák, nem tudom, hogy vannak, nem merek rálépni, mert tényleg belül már... már beszakadnék. Igazából így néz ki az egész. Nincsen se... nem szeretnék bemenni. Volt itt a katasztrófa védelem is. Mondták, hogy ez egy lakhatatlan körülmény. Nem megyek beljebb. Vigyázzak magamra. Itt hátul is, mert... persze, ott Virág Attila, csak nem nagyon látom. Nagyon sokan írtok, és... visszapörgetek, de nem nagyon látom, amit írsz. Igen, támaszva van a fal. Ne dőljön ki. Most készítettem ilyen fólia lepedőket, hogy aztán zárni tudnám lefelé, de egymagam nem tudom megcsinálni. Hogy fölrakni oda, hogy ne áldozz be. De hát ez a gyerek így, iskolás, hogy így tétel oda van. Te szoktál segíteni bármilyen. Persze, én meg a tesóm. Igazából én meg a tesóm rendeztük ezt az egészet, csak a tesóm barátnőjének a Facebookjából ezt feltöltött. Csak a polgármester meg azt mondta, hogy ez mind kamu, amit ti felraktok. Ezt mondta. Csak ő szerintem magát menti, hogy élő videóban vagytok. Szerintem én szerintem magát menti. Felvehetlek? Inkább ne. Jó, nem akkor csak így hangra. Semmi baj. Szerintem csak is magát menti, mert nem látta be, hogy ez igazunk van. De innen minél előbb el kell menni. Mert ő hiába kapott 3-4 darab fát. Ha ő hogy vágja össze? Ki jött neked minden nap összevágni a fádat, segített, ételt adott, pénzt is adtunk. Mindent ki. Ő segít előtt. Senkire nem számított szerencsétlen előtt. Csak nem. Segítségem. És más meg olyat tett ki, hogy mi kamuzunk, hogy be akarjuk más öregennek a szegénységén akarunk meggazdagodni. Én nem is értem az ilyen embereket. Hát ja, így van, mert aki rossz, ilyen rossz indulatok. Másnak egy... könnyű teli hassal meg kismerek beírkodni a hűségét a Facebookon. Nem látja be. Igazából ez a helyzet. Aki akar segíteni, jön. Aki nem. Persze elfogadja a segítséget, most is volt itt egy pár, hozott ételt, ruhát. Igazából itt nagyon nagy segítség kéne. Vagy rendbe tenni a házat, vagy nem tudom. Ezt nem lehet rendben. Vagy lebontani és újat építeni. Beszéltünk már a polgármesterre, azt mondta, hogy igazából csak magát védte. Igen, az lenne a legjobb, vagy konténerház, vagy mobilházat ide rakni. Ezt lebontani. Idegben lesz, nagyon is jó lenni. Igen. Jó lenne egy ágy is, mivel egy liggi. Szerintem a patkányok abba is beleköltöztek. Ez a veranda, ez tartja.
Hogyha úgy lenne, akkor engedni, hogy lebontjuk a házat? Hogyha úgy lenne, lebonthatjuk a házat? Hogyha segítünk nagyon sokan? Maguk hogy tudnának segíteni, hogy... Nekünk van egy Facebook közösségünk, és ők jönnének holnap is, és beszélnének önnel. Hogy mindegy volna nekem merre, egy kis jobb lakás, vagy családhoz menni. Értem. Mi családtagként. Mert békétlen ember nem vagyok. Békés, szerető ember vagyok, barátságos mindenkivel szemben. Megmondja, hogy ez is. Haragosom a faluba, itt nincs. 23 éve élek itt, még senkivel haragban nem voltam. Hát a bontás az sok mindenhez. Meg kell kérdezni, hogy meg lesz szabad-e bontani a házat. Viszont nekünk van egy olyan... És milyen segítséget fogadna el? Hát épp azt mondta bácsi, hogy ha egy családhoz... Családhoz is elmennék szívesen. De olyanhoz, hogy nem... Normális körülmények között. Normális családhoz. Igen. Nem cigány család félvéhez, aki csicskát csinál belőlem, és akkor a kutyával együtt lakott. Értem. Olyan morális magyar családhoz szívesen elmennék. Nagy tettem pótlásra. Akár imádom a kicsiket. Én az unokáimat nem tudtam ringatni se, hogy ölelgetni se, de egy távol messzele. Tetszenek értem. Értem. Ezt majd megkérdezzük holnap, hogyha holnap lejöttek. Milyen lépben? Akkor többen meg tudjuk kérdezni. Lágon jó uraim, nagyon állással vennék. És akkor... Azért, miért nem fogadta el, hogy otthonba kerüljön? Elfekvőbe akarták rakni, ugye, tengelyszre? Oda. De 24 van, itt Tolna megyébe, ebből 13 mind rehabilitációs. Mind olyan elfekvés. Hogy egyik nyomorékom, mint a másik, olyan megvan, olyan nem, és nem megy, olyan van. Ó, nagyon köszönöm, de neki nem. Nem válogat, csak segítséget akar, hogy jó körülmények között legyen. Szerintem gyertek le, segítsétek neki, ahogy csak tudtak. Ismerem a Becsit, ismerem a Sárpil is. A Tengelici az jó, én úgy hallottam. Hát a kastély otthon van. Igen, az jó. Az? Nem. Ott voltam. Ja, ott is volt. A látogatóban. Ott voltam, megnéztem, elvele kopott. Engedés kell kérni, hogy hát jóformán el kell vécsélni. Szerintem ételt mindenki kéne neki hozni. Csak az a baj, hogy ki Norbi? Nem, Bence. Bence. Az a baj, tudod, hogy most, hogyha étel is hova, érted? Feleszik mindent a patkán, mindent. Nem? Hát igen. Igazából ide patkányírtó kellene. Patkányírtó elsőnek nagyon fontos a gyógyszere. A gyógyszereket kéne valahogy megvenni. És szerintem itt nem veszekedni kéne ez a poszt alatt, hanem segíteni a bácsin.
Itt tök mindegy, hogy miről van szó. Biztos, hogy elfogadná. Le kell jönni ide, aki tud segíteni rajtam, mert ez itt szerintem nem állapot. Én nagyon sajnálom a bácsit. Nem, biztos, hogy be lehet vezetni áramot, mivel vannak vezetékek, és villanykapcsoló is van. Minden egyes kérdésre nem tudok válaszolni, és minden egyes kommentet nem látom. Függetlenül, etnikumtól függetlenül mindenki segíteni akar itt szerintem, és most így nem kéne veszekedni, mert ez mindenkinek... Mindenkinek... Ja, rossz. Nincs áram. Először az áramot kéne valami megoldani, de az első és nagyon fontos a gyógyszer. A gyógyszerek nagyon fontosak. A gyógyszerek nagyon fontosak. Újságot meg ilyeneket nem nagyon tudunk idehozni, mivel nem látja. És nagyon sok patkány van itt. Nagyon sok patkány él itt. Van itt kutya is. Azt mondta, hogy vagy családhoz akar menni, vagy egy olyan lakásba menni, ami normálisabb. Nem tudom mennyi pénz, gyógyszer, még egyszer megmutatom. Nem tudom, hova raktál. Az elején már megmutattam. Nem tudom, hol vannak. 10 darab. 10 darab gyógyszer van, 10 darab vény, állítólag holnap fel kell. Holnap be kell váltani azokat. Igen, kb. 20 000 forint gyógyszer. Kb. Nagyon sok gyógyszer van, van nyugtató is, van inhalációs, inhalálós is. Segítsetek, szerintem segítsetek, mert ezt a körülményt senki nem érdemli meg, hogy kb. Padló sincs, hanem így föld igazából. Néhány csempe, szerintem ez jönnek be a patkányok. Le fogok merülni. Szóval... Le fogok merülni, gyerekek, szóval szerintem ennyi a videó. Köszönöm szépen mindenki, aki nézte. És köszönöm mindenkinek, aki segített. Én írok még a csoportba, de legyen szíves a negatív emberek. Nem nagyon kötözködjenek, én csak lejöttem és segítettem, nem én tehetek róla, hogy mi van, vagy mi nem. Az alkohol problémát azt mások kérdezték, hogy kérdezzem ki. Ezt sokan mondták. Igazából ennyi a történet, én amit tudtam, megtettem. Hát igazából ennyi. Eléggé megható ez az egész dolog, hogy ilyen körülmények között élnek emberek. Viszont nem csak rajta szeretnénk segíteni, hanem a... Vivian, mondjad. Igazából, ha nagyon sok adomány gyűlik össze, akkor másokon is településen vagy a környező településeken szeretnénk segíteni. Igazából ezt úgymond egy célom nekem, hogy én segítsek embereknek. Azt is majd megkérdezünk, mindent megkérdezünk holnap. Igazából 5%-on van a telefonom. 5%-on van a telefonom, és most így hirtelen nem tudom megkérdezni, de felveszük videóra, átküldi, és mindenkinek segítünk.
falunak is, mindenkinek. Mondjad Attila gyorsan, 4%-on vagyok. Figyelek. Köszönöm szépen. Sokan rossz embernek tartanak, mivel tetovált vagyok, és van főtágítom is. Sokan rossz embernek és rossz arcúnak hisznek engem, viszont egyáltalán nem vagyok rossz ember, sőt, szerintem jó ember vagyok, és azt szeretném megmutatni a világ felé. Világ felé? Ország felé? Persze ajánlottak egy puszta szabolcsi helyet, mindennek utána járunk, legyen szíves, aki ajánlotta ezt a dolgot. Legyen szíves, aki ajánlotta ezt a dolgot, engem keressen meg privátba, és írja le a dolgokat. Holnap délben ugyanígy lejövünk ide, és akkor tudunk többet mondani. Tudok többet mondani mindenre. Tájékoztatom a bácsit is, aki meg Pestről jön, az legyen szíves, jöjjön. Így van, veszekedni felesleges. Igazából egy szegény emberen veszekedünk, az meg teljesen felesleges dolog. Megyek. Sziasztok!